Sziasztok, Pala vagyok, és itt vagyok egy újabb livestream-mel, méghozzá nem mással jövök nektek, mint a Kenshi folytatásával. Ugye ez egy ilyen kis nyugis játék, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mit tudunk belőle a mai napon kihozni. Minden esetre ott hagytuk abba utoljára, ha sikerül megoldanom, hogy hol hagytuk abba, ott hagytuk abba, igen, hogy elkezdtük a két csajnak a történetét. Elkezdtük őket fejleszteni, meg egy kicsit foglalni a városban. És azt is látom már, hogy nem rossz az út, amit elkezdtünk, de hát ezeket a fejlesztéseket, ezeket nem lehet ilyen lájtosan csinálni, hogy én csináltam, hogy csak fél órát rohangászunk föl alá, és csinálunk valamit, hanem itt teljes mértékben az ott mi az ott? Egy levágott lábú élő ember? Beszarsz. Mindig meg tudtok lepni. Egy levágott lábú élő ember. Konkrétan. Oké, elkezdtük a kutatásokat is, ha jól emlékszem. Nincs pénzünk. Ott hagytuk abba, hogy talán eladtuk az inventaringolat cuccot, van benne kaja. Igen. De egy árva petákunk nincsen, amiből megélhetnénk. Ki kell mennünk egy kicsit bányászni kezdésnek. Szóval az van, hogy szó szerint annyira nem vagyunk különlegesek a játék technikailag, hogy bárki jön velünk szembe, az úgy nagyjából, igen, mondjuk most kiírogatja, hogy határzónában vagyunk, pittyen. Ha kiírogatja, hogy a határzónában vagyunk, ott szaladunk. De így nagyjából ennyit tudunk magunkról, hogy itt vagyunk egy városban, és egy határzónában vagyunk. Könyveket kell vennünk, hogy kutatni tudjunk, azzal fogunk tudni fejlődni. Na, gyerünk, csajok, bányászatok. Jó, idő föl. Szia, jelszó! Letöltötted a Frostpunkot, és nem is olyan nehéz, hogy persze be lehet, mindent be lehet gyakorolni. Na, és akkor nézzük, hogy is volt ez a bányászat dolog. Tehát alapvetően nekünk a legértékesebb a játékban a különböző kutatási dolgok. És ezeknek nyilván ára van. A kezdésnek ez a könyv, amit akarunk venni állandóan. Ezek mind izék. Ezek ilyen alapkutatási dolgok. Viszont ha megvan, akkor utána tudunk belőle harci képzettséget növelni például. Vagy amikor így elmegyünk bányászni. Jó, közben megvan az egyiknek az inventória. Tele. Vagy amikor így elmegyünk bányászni, akkor az, hogy egymást szigőjük, és ezzel a özénket, az erőnket növeljük. Hát megnéztem, szóval egy ilyen közepesen túlélő karakter, aki már nem azonnal az útszélén hullik össze, azok ilyen 40-es erővel bírnak. Ott azok nem tetszenek nekem.
Nagy D csatlakozik el, nem tudom. Nem hiszem, mert ő nincs itthon. Ha valakinek dolgoznia is kell, na. Én úgy látom, hogy hát azok most már lehet, hogy ide jönnek. De lehet, hogy csak próbálszolgatnak. Ezek megtámadnak minket, beszarol. Pont amikor ilyen túlterheltek vagyunk. Ebből balhé lesz. Jó, jön egy kis segítség, gyerekek. Ajaj. Kénytelenek vagyunk harcolni. Megpróbáljuk megvédeni magunkat. Bekakili éjjel felborult, Goyré meg nincs jó állapotba. Igen, az elájult, fasza. Ez nagyon jó volt. Haldoklik az emberünk, a Goyré haldoklik, a Bekakilié. Bérzik el. Hát ez lehet, hogy egy reload lesz, így rögtön kezd. Ja, nem tettem full screenre. Toljátok. Az haldoklik, meg az is haldoklik. Senki nem segít rajtuk. Az a baj, hogy senki nem segít rajtuk. Tehát, hogyha oda menne valaki, akkor persze nem lenne gond, de... Hát itt futkározni kellett volna. Jó, visszatöltjük egyébként a ezért. Semmi. Semmi extra nincsen, nem maradt le senki semmiről. Vissza kell tölteni a játékot. Mert jöttek ezek a sehonnai bitang genyák.
úgy gondolták, hogy megzavarják a békés bányászatunkat. Igazából rohadtul nem értem, hogy miért ilyen agresszívek velünk. Teljesen tök fölöslegesnek tartom ezt az agressziót. Most kezdhetem előről a bányászatot, mert kb. Ennyit buktunk. Nem baj. Nem baj, újra próbáljuk. Egy idő után fog fejlődni egyébként a bányászatunk is annyira, hogy egyre jobb lesz az ilyen kört megfutni. Ez egyelőre csak most probléma. Mert hát ugye, ahogy majd az erőnk fejlődni fog, úgy egyre gyorsabban futunk ám a tudtal, mert egyre kisebb lesz a túlterheltség arra vonatkoztatva, hogy mennyi erőnk van. Ott jönnek már megint. Mondjuk arra nem jöttem rá, hogy mi értelme van annak, hogy megtámad a játék engem állandóan. Tehát, hogy miért van az, hogy jönnek, mennek itt ilyen mindenfélék, és megtámadnak minket. Semmi értelmét nem látom. De értem én, hogy ez egy vadvilág, és bántani akarnak minket. Meg akarják szexuálni a kis fenekünket. De hát... Mi meg ez ellen próbálunk tenni. Azt mondja, hogy... Hát akkor bántani akarnak minket, vagy? Vaj. Nem lefordultak rólunk. Sose lehet tudni, hogy mikor kötnek belénk. Oké. A góré statisztikáit nézzük, hogy azt mondja, hogy már 40-es a munkabírása. Az jó. Arra most nincs szükség. Erőt figyeljük. Fejlődik-e? Bizony fejlődik. Azt mondták az okosok a neten, megint megtámadtak minket. Ezt én nem hiszem el! Eljátszotta nekik a halottat. Az jó. Minket állandóan nagyon akarnak verni. Kezd már elbekötözni a haverodat. Ha már magadat nem is.
Aha. Az kómába van, és haldoklik, ahogy elnézem. Mert ameddig aha, fasza. Nincsen gyógyfelszerelésünk. Jó. Mivel nem tudok mit csinálni. Most ha azok megtámadnak ott minket. Csak nem. El kell kúszni a kocsmáig. Állandóan megtámadnak minket. Kb. Non-stop kapjuk a támadást, meg kimegyünk a városból. Mindjárt elbérzik a lábunk, mert nincsen orvosi felszerelésünk se. És az nagyon gáz. Ha egyáltalán van rajta láb, van. Hello. Jöttem priznicelni. Adjál nekem medkit. Párizs. Jó, várjál. Már adjál nekem tárizs. Meg az összes medkitedet add ide. Egyelőre. Na jó, a könyvet is hozom. Oké. Bekötöd a lábad? Végre. Egyáltalán talpra tud-e állni valaha? Na most bekötöztük a lábát. Be tudjuk küldeni. Aludni legalább valahova, ideiglenesen. Ahol van ágy. Mert nálunk ugye még nincs. Elvileg ez a mi házunk. De tök üres. Ha, jó lesz ott is, ha ott maradsz. Igen. Megpróbálunk kimenni ide. Az egyik megsebesült, a másik meg izé. Itt vérzik el. Hihetetlen, hogy nem sikerül megoldanom, hogy egy bányakört lefussak ebben a körben, anélkül, hogy bajom legyen. Mondjuk, ha véglegesen a lába tönkrement, akkor úgyis újra kell tölteni. Mert az erején nézé, nem vállalható be a kripliség. Egy csipók. Ő ilyen felépülési kómában van. Ő meg nem tudja fölkapni a másikat. Igen, fasza. Igen, fasza. Húzza maga után a lábát.
Nem merném azt mondani, hogy sok esélyünk van így a túlélésre. Nektek mi a véleményetek? Töltsük újra? Vagy próbáljuk felrántani magunkat, és szőjük bele a történetünkbe azt, hogy... Hát és mire hármas tempóban, mint az összes mínusz pluszba áll, hogy a recovery kómából fölépüljön, lemegy a nap, meg az is. Szerintem újra töltöm. Megpróbáljuk elkezdeni úgy a játékot, hogy pénzünk is legyen. Tehát, hogy kibányásszuk, de ne verjenek agyon. Nem lesz egyszerű, ezt innen látom. Tehát, hogy nem nagyon akarja a játék, hogy én itt bányázgassak, csak úgy békésen a város mellett se. Amíg egy ilyen hordát nem élünk túl, hol van a másik? Amíg egy ilyen hordát nem tudunk túlélni, ketten-hárman, addig meg a szabadba, esélyünk nincsen, hogy kimehetünk, vagy kimehetünk, csak nem sok értelme van. Hát úgy agyon csapkodnak minket, egy pikpak. Azok is megtámadnak minket? Mert akkor már tényleg besírok. Nem hagyják itt az embert rendesen bányászgatni, meg fejlődgetni. Jó, én tudom, hogy... Na, ez szokott zavarni a harcos játékokba alapvetően. Ez az, amiért én nem szeretek harcolni. Az ember küzd, egy csomó ideig küzd, és aztán utána egyszer így fogja magát a játék, és így puty, így elvesz tőled mindent. És így röhög az arcodba, hogy ezért, haha. Csak nyilvánvalóan az ilyet nem szereti az ember. Nem a legkellemesebb dolog azt áttérni, hogy állandóan szájba vágnak minket. Jó, most a másik jön. Az előbb olyan szépen kibányáztam mindent, és elkezdtem volna vinni egymást, hogy fejlesszük az erőt, de úgy látom, hogy előbb be kell rohanni a városba, és majd ott szaladgálunk föl alá. Nem szabad, itt a szabadban edzőgyakorlatokat se végezni. Mert kiszolgáltatott lesz tőle nagyon az ember. Így is elég lassan szedik a cuccot, hát még úgy, hogyha agyon vernek. De elvileg három rész, és utána bemehetünk a városba tornázni. Az mi? Állatok, jó. Tiszta a vizet, így annak az állatok. Nálatok. Az állatok már csak nem támadnak meg nappal. Hát... Nem tudom, mik ezek, de nagyon felénk jönnek. Inkább eljövünk. Inkább eljövünk, mert fő a biztonság. Ott fogócskáznak valamit. Na jó. Idő le, és akkor azt mondja, hogy Goyré felkapja pick-up, hogy nagyon ügyes vagy. Jó, ott van valami balhé, minket az nem foglalkoztat. Minket a statisztikáink foglalkoztatnak. Konkrétan
Konkrétan az erőre vonatkozó statisztikánk, amivel föl alá sétálgatunk. Idő mehet föl. Ha megnéztem a neten, 40-es fizikai szintig tulajdonképpen átlag alattiak vagyunk. Egy átlag katona meg ilyen 40-es erővel bír. Ami azt jelenti, hogy így gyúrni kell. Kőkeményen gyúrni, kondízni, az ott egy karaván. Gyúrni, kondízni kell folyamatosan, nem fogjuk megúszni. És ehhez ugye föl kell töltenünk magunkat ércekkel, hogy legyen rajtunk súly, és fölkapjuk a másikat, és azzal szaladgálunk. A 20-as erő, amit a múltkor megcsináltunk, az nem volt elég. Nem lehet beállítani, hogy patrolozzon. Ugye? Annyira jó lenne, ha ezt magától tudná csinálni. Szóval szó szerint véresen ki kell farmolni mindent a játékban. És mivel az erőtől függ az, hogy például mennyire tudunk nehéz fegyvereket csinálni, vagy milyen erőset tudunk ütni, vágni, stb. Ezért ez nagyon fontos. Utána meg az lenne a fontos, hogyha kikutatnánk a harci képzésünket, és valami alapszintű harci képzést kapnának a lányok. Hát a főbb bosszoknak, így mondom, 90-es ereje van, meg 80-as. Nagyon durva. Magyarul kigyúrt állatok. Fejvadász küldetést meg addig felejtsünk el, ameddig ezért van, ameddig nem vagyunk képesek magunkat sem megvédeni. Azok lennének a jók, fejvadász küldi. Jól fizet, ki lehet pakolni az ellenfeleket. Csak hát normális felszereltség kell hozzá. A két emberrel nem is biztos, hogy menne, de mindegy. Na jó. Úgy döntöttem, hogy ez most rohadt unalmas, meg kondizunk később. Jajaj. Rossz helyre nyomtam. X. Hol van a város? Itt. Jó. Letesszük a másikat. Bemegyünk a kocsmába. És akkor csak az egyiket küldjük oda bizniszelni. Igen. Eladjuk neki az összes rezet. Igen, megveszük tőle az összes könyvet, mert az egész arról szól, hogy könyv. És még veszünk tőle előkészletet. Megszárított húst is. Kaja kell, jó. Az mehet oda, és a másik meg hasonló mértékben fog eljárni. És a tár is lesz neki az extra kaja, meg egy kis szárított hús is. Adj. Oké, szereztünk egy minimális pénzt, meg kaját, meg egészségügyi készletet. Ami azt jelenti, hogy Bekakilié berakja az inventoriba. Nem vettük meg a könyvet, vagy Goiré vette meg a könyvet? Goiré vette meg a könyvet. Jó. Van 9 könyvünk. Tehát a kutatásban
A képzés egyszerű, ilyen ezért, ami azt mondja, hogy level 5-ig tud felskillezni nekünk, ezért level 5-ig tud képességet, tehát harci képességet felszintezni. Hát ez nekünk, mivel kettes, meg ilyenek, ezért az még nem is lenne rossz. Úgyhogy maradjunk az egyszerű próbababáknál, ilyen gyakorló babáknál. Csinálja, csinálja. Ott megy a kutatás, az teljesen jó. A zártörést megtanulhatnánk, de szerintem nem kell. A tech levelhez kis háza feltétel, illetve igen, át kell raknunk a kutató cuccot, majd ezére. Jó, idő föl. És kis háza feltétel, ami nekünk van, elvileg ez az. Ez. Hát ez Old Storm House, nem Small House. Lehet, hogy ezért rákényszerít minket, hogy menjünk ki a szabadba? Nincsen kis ház a városba. Na majd kiderül. Jó. És akkor most elvileg építhetünk pici gyakorló babát. Berakjuk ide az emeletre. Beám. Igen, elfogadjuk. 4 darab vaslap kell hozzá. Amit persze nem tudunk megcsinálni itt magunknak. Nézzük meg, hogy van-e egyáltalán vaslapa itt. Van, 150-be kerül, de csak 3 van. Ami azért szomorú, mert oda küldhetem a csávót, de a másikat el kell küldenem futni. Oda. Tempó, tempó. És közben ne egyenek meg. Ügyes vagy. Egészen ügyes voltál. Oho, van itt könyv is. De nekünk most 1 darab vaslap kéne. Kezdjük azzal, és a maradékból persze vehetsz könyvet. Ameddig terjedt a lóvé. Mennyire adja? 3,81. Eladunk még egy EU-készletet is. A könyvet is elhozzuk. Na, és akkor visszajövünk ide. Idő föl. Kraftoljuk, kraftoljuk gőzerővel. Elkészült a gyakorló baba.
lehet látni, hogy a melee attackunk már 5-ös, 6-os hirtelen. Hát itt, igen, itt már nagyon nem fejlődik ezen. Mondjuk írta is. Most odaférálsz, és jól megnézed, hogy a Goiré ugyanezt miveli. Kis alapszintű próbababa nyomja itt nekünk fölfelé szépen a képzettséget. Ezekkel a képzettségekkel kell alapvetően operálni. Tehát, hogy ezek azok, amiket, hogyha föl tudunk nyomkodni, akkor lesz esélyünk arra, hogy túléljünk bármit is. És persze mindjárt után el kell mennünk megint bányászni, mert pénzt kell csinálni, de előtte szévelni fogunk. A defense nem megy fölfelé, nem, a védekezés nem igazán, csak a támadás. Az a baj, hogy a dodge nulla, és igazából azt kéne, ezt annak is föl kéne mennie, de hát az ugye csak használattal fog fölmenni. Nem baj, a támadó értéket legalább föl lehet tornászni valamennyire. Hát igen, ez lassan megy föl, de legalább nem gyorsan. Pedig van, tök jó, ennek 18-as a science-e, tehát hogy az egészen gyorsan tudnak kutatni. Tök jó dolgozik. Kőkeményen sokat bányászott. Aha, milyen gyakran támadunk, illetve milyen jól védekezünk a milliatagban. Bónusz kapnak egyébként erre a képességre, ha erősebb ellenféllel küzdünk, és büntetést, ha gyengébbel. Az érdekes, mindegy, level 5-ig föl tudja húzni, az már valami. Addig ütögetjük a gyakorló babát, amíg legalább minimális harci képzettségünk van. Ó, és ezt még bírja, ez tök jó. Azon gondolkodok, hogy azt, amíg ezt itt hagyjuk, addig bekakilié, uva bátran kimegy és szerez kajára valót. Vagy az ellenkező irányba elkezd futkározni, mert már jönnek ránk. Nézd meg! Nézd meg, ott megmozdulunk, azonnal ránk mozdulnak. Ahogy kitesszük a lábunkat. Úgyhogy maradjunk annál, hogy... Jó, akkor levesszük az időt. Goiré, statisztikáj.